Jó reggelt kívánok! Jó. Kedves Somogyi László, barátom, üdvözöllek! Úgyhogy de a könnyebbség kedvéért tedd meg nekem ilyen korán reggel, hogy magad fogod el, a bemutatkozást elvégzett helyettem, és azt is el fogod mondani, hogy hol vagy most, mit látunk. Mi a háttérkép neked, és azt is elmondhatod, hogy a te háttérképed az igazi, az enyém viszont csak egy ilyen kreált. Jó reggelt! Szóval üdvözlök mindenkit, itt a webkamerán keresztül, én Somogyi László vagyok, az MLCC, a Miskolci Recycling Club menedzsere, és jelen pillanatban csitalogunk, jelen pillanatban én most Tajvanon tartózkodok, Taipei, Tajvanon, a Yongho County-ba, tehát a Yongho részébe, és most innen jelentkezem be. Hát te a szerencse fia vagy egyébként, mert tudomásom szerint, ahogy most már megismertek, az életed felét Tajvanon és Magyarországon töltöd. Milyen beosztás szerint, időjárás, vagy a versenynaptár szerint? Jelen pillanatban, és akkor hagyj igazítsalak ki egy picit, mert azért eredetileg én először Magyarországról, én Amerikában éltem közel 12 évig. Ez csak, hogy úgy miután megismerkedtem a feleségemmel, változott, hogy Amerika helyett most már ide Tajvanra járunk rendszeresen. Úgyhogy nekem most igen, tehát most már így úgymond két laki, hogy Magyarország és Tajvan között úgymond élünk jelen pillanatban. Nyilván a munka az Magyarországra köt, többnyire engem legalábbis, a feleségemnek minden két helyen, mert ugye ő zongorista, és ő például most is dolgozik, úgyhogy ilyenkor én vagyok az úgymond a családi babysitter, én vagyok a gyerkőcökkel. Értem. Néha valami között van most már neked is a zenéhez? Így, vagy csak te menedzseled a kedves feleségedet? Nem, nem, hát én nekem azért van közöm, ugye, nem, ugye én szerveztem az első koncertemet, én a Carnegie Hallba szerveztem neki, amikor Amerikában megismerkedtünk, tehát én az első koncertemet ott csináltam, azóta folyamatosan szervezek neki koncerteket, mind Magyarországon, vagy akár itt is csináltam már talán is koncertet, úgyhogy többször fellépett már Magyarországon a Műpába, a BMC-be, illetve jelen pillanatban is egy kasti sorozatunk megy Magyarországon, úgyhogy én részben itt is menedzserként, illetve szervezőként tevékenykedek a zenei résznél. Elnézést, akkor lehet, hogy félreértetted a kérdést. Én úgy gondoltam, hogy tehát valami hangszeren te is játszol, vagy csak egy vált füled van. Igazából nem játszok semmilyen hangszeren. Szeretem a klasszikus zenét, körülbelül ennyi köt össze, meg mivel ugye a feleségem ezt csinálja, én pedig szeretek szervezkedni, így adott a dolog. Úgyhogy nem, nem én magam nem értek a zenéhez, legalábbis nem azon a szinten, ahogy ő műveli. Úgyhogy én csak egy asszisztáló vagyok itt az ő karrierjénél. Most ismét előre mondom, hogy nem akarok itt turkálni mások életébe, de most akkor meg visszakérdezek, hogy a kedves feleséged viszont mennyire vonzódik a kerékpárhoz. Mert te mondjuk látom neked ez az életed. Igen, hát nyilván most erre az elmúlt 10 éven most már teljesen a kerékpár fele ment el. Próbálom mind a üzleti, mind a magánéletemet úgy irányítani, hogy a csapattal, illetve igen, tehát a csapattal tudjak minél többet foglalkozni, illetve magasabb szintre fölvinni. Ő az elején kicsit húzódozott tőle, mert ugye ezért lássuk be, maga a kerékpározás az egy nagyon fantasztikus, nagyon jó sportág, de egy nagyon időigényes és nagyon pénzigényes sport.
Úgyhogy, és mivel én már abba a korba léptem, amikor 10 éve elkezdtem újra kerékpárral foglalkozni, hogy már úgymond versenyszinten teljesen nem, ugyan vannak versenyek amatőr szinten, de ez már nem az a szint, amit komolyan jegyeznek, úgyhogy azért ott kétségek voltak, hogy kell ezt nekem csinálni, illetve nagyon sok időt veszel a családtól, úgyhogy kellett egy pár év, mire eljutottunk arra a pontra, hogy most már ő is úgy tervezi az életét, hogy tudja, hogy nekem a kerékpárra időt kell mindenképpen szánni és számolni. Értem. Miért pont Miskolc? Miért pont Miskolc? Ugye én eredetileg Miskolcon születtem, ugye onnan mentem el Amerikába, 19 éves koromban. Őszintén szólva, de valószínűleg nem vagyok ezzel egyedül, mert rengeteg Miskolcival találkozok, ugye ott a lehetőségek, meg úgy az összes történés, az valahogy úgy éreztem, hogy többet szeretnék, vagy más szeretnék, vagy nem tudok én úgymond csinálni, amire rájöttem volna, én ezért is mentem el Amerikába. Na most, miután sikerült megszereznem, meg megélnem azokat a dolgokat, ami miatt elmentem, én ugye amúgy is Pestre költöztem vissza első körben, mert Miskolcot még mindig nem akartam annyira visszamenni, viszont a szüleim ott voltak, édesapám ott maradt Miskolcon, és ugye, hogy nekem visszajött 10 éve a kerékpár az életembe, viszont kerékpározás szempontjából Miskolc a világ egyik legjobb helye. Úgyhogy én rendszeresen jártam, de amikor elkezdtem Pestről, minden, tehát a munkám úgy engedte, már pedig nagyon sokszor úgy engedte, hogy én reggel felkeltem, és elmentem a Bükkbe bringázni. Tehát lejöttem Pestről, és elmentem Miskolcon bringázni. Ezt még a mai napig sokszor megteszem, akár hétköznap is, pontosan az utak miatt, a Bükk miatt, az egész környezet miatt. Nagyon nagy szerencséjük van a miskolci kerékpárosoknak veled. Ha elmondanád, hogy mennyire sikerült megszervezni az életüket, a versenyedzési tervüket, és legutóbb dicsekedjünk rá, hol voltatok edzésen. Igen, én úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez képest minden szinten nem csak, hogy merre jutottunk el, mert nagyon sok fele járunk most már egy ideje, hanem maga az eredmény is. Tehát azért hivatalosan a csapat a 7 éve alakult meg. Ez alatt a 7 év alatt sikerült 3 országos felnőtt bajnokságot begyűjtenünk. Nyilván ez még amatőr szinten, de aki azért picit benne van, a felnőtt amatőr bajnokság is nagyon-nagyon komoly színvonal. Tehát az is komoly 20-25 órás edzés heteket kell tenni. Illetve rengeteg megyei és külföldi versenyeken vettünk részt, amiken nagyon jó top 10-es, top 3-as eredményeink vannak. Ezt most nem is tudnám felsorolni, mert ez tényleg egy délőtt lenne, hál' Istennek. Na most nyilván az elsőleges célom, amikor elkezdtem ezt csinálni, ugye rengetegen ringáznak Miskolcon, de nem volt, aki összefogja őket, vagy nem volt meg az a opció. Most már többen is elkezdtek vállalkozni, kisebb-nagyobb sikerrel. Nyilván senki nem csinálja azt olyan szinten, mint mi. Tehát mi, a cél nyilván az utánpótlás lenne, ehhez kell majd megfelelő támogatókat szerezni, mert az már amatőr szinten nem megy. De például most már ezében másodjára mentünk vissza Olaszországba, egy táborba, tehát nekünk ez egy, úgymond most már a rutin, hogy Olaszországba járunk minden tavasszal edzőtáborba, de az elmúlt pár év alatt versenyeztünk Lengyelországba, Ausztriába, ugye Olaszországba, ami most kiugró volt ez év tavaszán, két tehetséges 20 éves fiatalunkat sikerült kijutatni Kaliforniába, és ők majdnem egy hónapot tudtak Santa Claritába tölteni.
ahol az amerikai bajnokkal együtt tudtak úgymond versenyezni. Ez egy óriási segítség. Itt nem csak maga a versenyzésről van már szó, hanem én úgy gondolom, hogy ezzel már a fiataloknak már lehetőséget biztosítunk a tanulásra. Tehát ez egy olyan experience, tehát egy olyan élmény, vagy olyan tanulási folyamat a fiataloknak, amit hát nem sok sportág tud megadni, főleg Miskolcon nem. Tehát ugye muszáj focival menni, mert abba dől a pénz, de most Épp ezt akartam mondani, hogy tudomásul kell venni, hogy ez nem Franciaország, ez nem igen, Franciaország, igen, Magyarország, és méltatlanul kevés az úgynevezett szponzor, a támogató, és egyszerűen nem akarják felismerni benne, hogy mit jelent, hogyha a logójukat, a emblémájukat magatokra veszitek, és akkor járjátok a világot. Igen, hát azért nézzük, tehát összességében ezében találkozhattak a mezőnkkel Olaszországban, Amerikában. Most ugye én is ezt hordom Tajvanon, tehát ugye én is ugyanúgy edzek itt, járok ki, meg próbálok itteni csapatokkal kapcsolatot fölvenni, meg cégekkel. Tehát itt Tajvanon, megyünk Lengyelországba, megint Szlovákiába, tehát rengeteg fele, és akkor ugye alaphangon az egész országon belül ugye a kupasorozatban a fiúk részt vesznek, tehát Magyarországon belül is folyamatosan ez. És akkor azért ezt megint tegyük hozzá, hogy nem csak az, hogy a mezre kerülnek föl, ugye nem, van 30 fő, a csapatunk nekünk úgymond vegyes felállású, tehát egy része Miskolci, egy része Pesti, tehát folyamatosan az úton vagyunk, látnak minket, ismernek minket már a kerékpárost. Bocsánat, hagyd csapjak le, mondtad, hogy vegyes felállások. A nőket nem sikerült még marad meg állítani? Női kerékpárosztás. De volt már tagunk, tehát minden évben volt egy-két női tagunk, csak ugye azért ez egy picit nehezebb történet. Meg ugye a nőknél ez még nem annyira, most megint csúnya, akkor ez megint pénzkérdés, tehát lehetne. De a nemzetközi mezőnyben sincsenek ott a nők? Tehát nincsen női kerékpárosok? Van, hát ott van Casablanca, aki most a profi szinten hozza a sorba az eredményeket, világbajnokságon ott volt az első 10 vagy 5. lett, azt hiszem. Úgyhogy mountain bike-ba és mindenbe, úgyhogy ő nagyon képviseli, meg egyre több nő van már, tehát bővül ez, csak itt megint ki kell hangsúlyoznom, hogy ez nekünk, tehát ez már pénzkérdés, tehát egy ideig el lehet csinálni ezt amatőr szinten minimális költségvetéssel, de ahhoz, hogy komolyan meg is tudjunk egyesileg tartani, vagy akár csak mit tudom én, egy röplabdás szinten, vagy egy kosárlabdás szinten tudjunk menni, ahhoz már pénz kell, tehát azt már nem lehet. Csináljunk egy kis leltárt. Hol kezdődött a kerékpár ára? Kerékpár árak? Hát, ugye, ez ugye, amivel versenyezni lehet, akkor úgy mondom, és ez csak az országúti. Az országútiban ugye több variációja van, és ugye mi azért kedvezményt is kapunk, de ha boltba kéne bevennem, megvenni, pont most mondta Walter Attila, az ő nevét szerintem mindenki ismeri, 16.500 euróba kerül az ő kerékpárja, egy darab kerékpár. És ez csak az országútira jó, hogyha van az időfutam verseny, ugye ez a másik válfaj, ez a TT rész, tehát ez az időfutam verseny, az körülbelül még egyszer ennyi. Tehát akkor beszéltünk egy autóára. Két kerékpár, ez így 32.000 euró mondjuk. Nyilván nem ott kell tenni, mert most magunkat nem hasonlíthatjuk azért, mert ez úgymond ez a Premier Liga, ott 30-40 euró büdzsével dolgoznak, tehát ahol ő is versenyzik. Tehát az nyilván ez irreális. De én mindig azt mondtam, hogyha egy másodosztályú vagy egy harmadosztályú foci klubnak a pénzét meg tudnánk szerezni, akkor mi abból már konkrétan világ szinten tudnánk versenyezni, vagy legalábbis magas profi szinten
tudnánk versenyezni versenyről versenyre. Tehát, mert ugye a bringánál nem csak az a drága, hogy maga a bringát megvenni, mert azért azt el lehet használni egy-két évig, hogyha a karban van tartva, tehát azért ott lehet spórolni, de ott ugye azért ne felejtsük el az utazás versenyről versenyre, tehát itt ahogy mondtam is ezébe, Tajvan, Kalifornia, Olaszország, de ha már csak a határokon belül is megyünk el, ugye nem kell mondanom a benzint, meg az autót, meg busz kellene, igazából főleg létszámmal megyünk, tehát ugye ezeknek mind fenntartása és az egyéb dolgok, ezek mind-mind olyan összegek, amikkel jelen pillanatban nem rendelkezünk. Úgyhogy ha lehet számosítani, akkor én azt mondom, igazából mindenkivel, aki beszéltem, a célunk az egy MB2-es kézilabda szakosztály büdzséje, ami 400 millió forint, 450. És ezzel, hogyha mondjuk országosan ki lehetne már törni, ugye? A nemzet. Ebből már nem meg is tudnánk menni, és akkor tehát, mert ugye van egy minimum, ahhoz, hogy mi ne amatőrök legyünk, hanem felléphessünk az úgymond NBA foci próbálom, mert ezt ismeri mindenki, még egy NBA 3-as vagy NBA 2-es kategória, ahol már fizetett versenyzők vannak, tehát hogy profi, tehát ott már megvan az amatőrből átlép, akkor megvan a minimum fizetés, amit adni kell egy versenyzőnek. Hát tegyük Tehát fel, hogy körülbelül most 6000-en meg fogják nézni ezt a sírást, amit most itt előadunk, akkor ezek közül, hogyha valaki akarna jelentkezni, és úgy gondolna, hogy szeretne oda a te embetűd mellé, esetleg az ő logóját is, akkor hol keressen téged? Most Tajvanon vagy Miskolcon, Budapesten, Amerikában? Igazából a Facebook oldalunkon megtalál, ugye az MRCC Road Cycling Club oldalát, nem tudom, itt a chatot be tudjuk majd tenni, a Facebook oldalán, de ugye a felületünk nem csak a Facebookból áll, fent vagyunk Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Tehát mind a három felületen fent vagyunk, elég komoly, főleg a Facebookon azért elég komoly követő bázissal rendelkezünk. Úgyhogy aki beüti, hogy MLCC-t, már én úgy gondolom, hogy már a Google is rá fog minket dobni valószínűleg. Értem. Na most a világ alakulása, a természetvédelem, a zöld mozgalom valahol összefügg egyébként ugye a kerékpározással. Ha a kerékpározás összefügg a fenntarthatósággal, akkor elmondanám nekem most, hogy mire készült fenntarthatóság témában Miskolcon lesz ugye egy konferencia vagy workshop, ugye? Igen, igen. Akkor erről informálnál minket. Szóval, amivel most készülünk, ez szeptember 7-én készülünk Miskolcon egy workshop-a a Optem Informatika Ft-vel és a Dentos Redica ügyvédi irodával közösen. Ő a két fő alakja az eseménynek. Az Optentől a hajnak most nem tudom pontos titulusát, de az igazgató vagy a helyettes, ő fog egy úgymond elemzést és egy kivetítést tartani, hogy mi várható az üzleti életben, meg mit tapasztalható az üzleti életben, és mi várhatók úgymond, tehát ő egy ilyen előrejelzést fog tartani, hasonló beszélgetés lesz az ügyvédi irodától is, illetve még lesz valószínűleg két meglepetés vendégünk, ez még erről nem akarok beszélni, mert nem 100%-os, csak folyamatban van a szervezés, és ugye nyilván mi is ott leszünk, mint a kerékpáros csapat, ad egy szintén meg tudjuk magunkat mutatni, hogy vagyunk a helyi cégek számára. És ugye, mivel számomra ez nagyon fontos, én magam is vagyok az egyik szervezője ennek, ez pontosan azért, mert szeretnénk a csapat köré egy olyan jó pár céget összegyűjteni, akik egymással is tudnak úgymond üzletelni, kapcsolatépítés is,
és mellette pedig hatékonyan esetleg a csapatot is tudnák segíteni, mert ugye minél több cég van, annál relatíve kevesebbet kell ahhoz nekünk adjanak, hogy a végén egy nagy, nagy eredményt tudjunk elérni. Tehát ezt próbálom így most És ha összerakni. valaki úgy gondolja, cégvezetőként, vagy vállalatvezetőként, vagy vállalkozásának a tulajdonosaként, hogy szeretné előadni, elmondani, közétenni, mindenkit előtt eldicsekedni, mint felszólaló a saját cége fenntarthatósági törekvéseiről, akkor még van lehetőség, hogy bekerüljön? Még van lehetőség, igen, ugyanígy az MLCC oldalon, ha valaki szeretné velünk megosztani, vagy illetve ugye reményünk szerint közel 100 cég vezetője fog részt venni ezen az eseményen, ha szeretné elmondani, akkor megvan a lehetősége, engem kell szintén keresni, és ugyanúgy lehet a Facebook oldalunkon, ugyanígy az MLCC oldalára, mert ugye azt is én kezelem, lehet nekem írni, én kezelem, vagy pedig a privátomban megkeresett bárki. Nagyon szépen köszönöm, de ez nem szabad úszni ilyen könnyen. És mondd már el nekem, hogy ahol most vagy ilyen biciklipózba, állásba vagy, mint egy kerékpáron ülj, de nem kerékpáron ülsz, hanem egy könyvtárszobában vagy. Hogy kerültél Igen. oda, vagy milyen az élet Tajvanon? Erről néhány mondatot próbálj már minket képbe hozni. Tajvanon ugye nagyon modern város, tehát azt kell tudni, én már most közel 10 éve járok ide, sokkal, tehát nagyon tiszta lett, egy picit úgy mondom, kicsit koszos volt, de most nagyon, főleg a Covid után nagyon-nagyon tiszta lett a város. Az emberek nagyon kedvesek, maga ez az épület, ahol most vagyok, ez egy úgymond csúnyán kifejezve, mint egy pat. Tessék? Közösségi hely vagyunk. Tér, igen, csak ugye itt az épület méretét próbálnám visszaadni, hogy itt egy kisebb város, nem Kazincbarcika, ebben az épületben benne van szerintem. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az egyik könyvtára, mert ugye van a másik oldalt is, ez egy ilyen egybekötött, kb. 150 méter hosszú épület együttes. Azt hiszem 20-valahány, 25 vagy 30 emeletes, most bevallom őszintén nem is számoltam meg, és eszméletlen mennyiségű apartmennel, tehát ilyenek kisebb lakásokkal, kisebb-nagyobb lakásokkal van tele, úgyhogy azért ez úgy mondom, ez a kis lakótelep, vagy épület, itt nem tudom hány, nem, több száz, vagy több ezer család lehet itt, tehát, és ugye itt ezeknek többnyire az ilyen épületeknek az aljában már ingyenes, tehát ezek a terek ingyenesek, ilyen pingpong, gördeszka, ez egy könyvtár, van internet, tehát gépeket, mindent lehet használni. Gondolom, edzőterem is van. Edzőterem is van. Edzőterem is van, és akkor, de ez ugye ez mind hozzájár, meg úgymond portás van, tehát 24 órás portaszolgálat van itt. Két kapun keresztül lehet bemenni, ahol ellenőriznek, tehát több kamerával, tehát azért a biztonság az mindenképpen. De mondjuk itt Tajvanon nekem soha nem volt gondom a biztonság érzetemmel, tehát én mindig teljes mértékben biztonságban éreztem magam. Nagyon sokan beszélnek angolul, ha nem beszélnek angolul, kézzel-lábbal megpróbálnak megérteni. Úgyhogy nekem, én mindig szívesen jövök ide-vissza, tehát én azt mondtam, hogy közel vagy a tengerparthoz? Hát ez megint nézőpont kérdése, egy órára lehetek a tengerparthoz. Mennyire feszült a helyzet, mert ugye itt a távolban mi főleg az újságíró sikerült mindig felfújni, meg egy kicsit életbe tartani ezt a pánik hangulatot.
hogy Kína be akarja kebelezni, meg hol akarja, hol nem akarja. Ezt érződik valahogy ott? Na most ez egy óriási különbség, mert ugye Magyarországon szembe jön a politika, ha akarja az ember, ha nem. Tehát a plakát mindenféle fórumon az embernek már, szerintem nem vagyok vele egyedül, bármelyik oldalon van, a gyomorgörcs már rajta van. Itt viszont abszolút nem jellemző rá. Itt az foglalkozik a politikával, aki akar vele foglalkozni. Tehát ha nem foglalkozni, akkor simán el lehet mellette menni, mert nem botlik az ember bele, nem jönnek föl ezek a hirdetések, nincsenek utcatáblák, meg mit tudom én. Úgyhogy én abszolút nem látom. Bár mondjuk pont a feleségem mondta, hogy valamelyik nap taxival mentünk, és a sofőr az nagyon rajta volt a politikán, tehát a rádióba is az ment a izébe. És, mert ugye itt is azért maga a belpolitika azért feszült, mert ugye Kínával való ez a kutya-macska harc folyamatosan megy itt, és ugye az egyik parti az pár évvel ezelőtt nagyon kiszolgáltatta magát, a Tajvan gazdaságát Kínának, és ugye ebből volt a botrány, és most nem akarok nagyon hülyeséget mondani, de azt hiszem a kettővel ezelőtti minisztert azt le is csukták több mint 10 évre. Mert ő viszont saját zsebre dolgozott a kínaiakkal. Úgyhogy, Hihetetlen, még ilyenről nem is hallottunk. ja, de utána kéne nézni, mert én is ízértem, de nem tudom, azt hiszem több mint, hát jó pár évet kapott, tehát a miniszterelnököt itt simán elvitték. Úgyhogy, Milyen és jogállam már az, ahol a miniszterelnököt elviszik csalásért, hát lopásért? igen. Hát, Úgyhogy mielőtt mi is elkezdenénk politizálni, én elköszönök tőled itt korán reggel. Ott mennyi az idő? Itt most itten éppen 7 óra 5 perc van nálad. akkor nálam pedig 3 óra, délután 3 óra 5 perc, 7, nem, azt mondja, 6 órával vagyok, 6 órával vagyok előrébb, akkor az nálad csak 7 óra van, az 1 óra, igen, 1 óra van. Akkor have you nice, értve half nice, half days, csak akkor megyek, úgyhogy fél napot akkor már csak, jó? És Igen. remélem hamarosan ismét majd találkozunk, jó? Izzum. Vagyok 2 hetet, de jelentkezni fogom mindenképpen. Köszönöm szépen, letelt az idő, szervusz! Szia, szia.